Nézzük most meg egy egyszerű 5x5-ös kalkudokunak a megoldását. Ebben a kalkudokúban, amint itt látható, csak a szorzás szerepel műveletként. Kezdjük a triviális mezőknél, az egyelemű mezőknél. Egyet kell, hogy írjunk ide, hármat kell, ide pedig egyet kell, hogy írjunk. Ez a három itt, ez csak egynek és háromnak a szorzata lehet. Hát, mivel ide nem írhatjuk a 3-at, hiszen az már itt van ebben az oszlopban, ezért ide jön az 1-es, ide pedig a 3-as. Ide a 20 miatt csak a 2 és az 5 írható be. Mint ahogyan ide is csak a 2 és az 5. Nézzük ezt a 15-et, ez csak 3-nak és 5-nek a szózata lehet, viszont itt nem lehet a 3-as, hiszen az már itt van alul. Hát ez itt akkor már csak 5 lehet, és akkor itt lesz a 3-as. Most, hogy kijött ez az 5-ös, itt már csak a 2-es lehet akkor. Ez miatt a 2-es miatt pedig itt már csak 5 lehet. Ebben az első sorban pedig már csak egy elem hiányzik, az pedig a 4-es. Ez a 4, ez nem másnak a szózata, mint 1-nek és 4-nek. Ide az 1-es és a 4-es jöhet, mint ahogyan ide is. És akkor ebből a sorból, ebből a második sorból hiányzik még a 2-es, meg a 3-os. Ide azonban a 3-os semmiképpen sem írhatjuk, hiszen a 8 nem oszható 3-mal. Ez tehát itt 2 lesz, ez pedig itt 3 lesz akkor. 2, ez pedig itt a 8 miatt csak a 4 jöhet. Itt pedig, mivel megvan a 3 és a 4 már, ezért a hiányzó elem az már csak az 5 ebből a 3 elemből. Ebből az oszlopban már csak egy elem hiányzik, az pedig a 2-es. Itt a 2-eshez, a 10-hez, hogy kijöjjön, az 5-es kell, hogy beírjuk, 2-nek és 5-nek a szorzata lesz majd 10. Ebben a második, hátulról számított második oszlopban pedig 1, 2, itt a 4, 5, tehát a 3-as hiányzik itt. Itt is már csak egy elem hiányzik. Itt az 1, a 2, a 3 és az 5, tehát ez 4 lesz. És akkor itt a 3 és a 4-hez már csak a 2-es hiányzik, ez tehát itt 2 lesz. Ebben a sorban, a legalsó sorban megvan 1, 2, 3, 4, ez tehát már csak 5 lehet. És akkor az 5-höz pedig a 4 társul, hiszen 5-nek és 4-nek a szorzata lesz majd 20. Másrészt egyébként abból is látszik, hogy itt az 1, 2, a 3 és az 5, tehát csak a 4 hiányzott már ebből a sorból. Ez miatt a 4 miatt itt ez már csak 1 lehet fönt, ez miatt az 1 miatt itt pedig már csak a 4 lehet. És akkor ebben az oszlopban az 1, a 3, a 4 és az 5, tehát ez már csak a 2 lehet. Itt pedig például azért, mert ebben az oszlopban megnézve csak az 1 hiányzik, ezért ide már csak az 1 jöhet. Megnézhetjük a sort is. Ott is csak az 1 hiányzott, illetve megnézhetjük azt, hogy 1-nek és 2-nek a szorzata lehet csak 2. Ezen a 2 már adott volt. És ezzel ezt a kalkulókút meg is oldottuk ennek a megoldást, tehát így néz ki.